nyilvánvalóan szeretném most gyorsan a teljes igénye nélkül elmondani azt, hogy szerintem mi az az öt táplálék kiegészítő, amire kérdeltek a pénzetek, de hangsúlyoznám azt, hogy ezek nem szükségszerűek a fejlődéshez. Egyszerűen, hogyha tényleg úgy engedi a pénztárcátok, akkor szerintem ezek azok a táplálék kiegészítők ebben a sorrendben, ahogy pénzt tettetek rájuk. Ugye itt a hátamnál látható már egy ilyen kis spoiler a táblán. Ezeken szeretnék sorba végig menni. Szerintem az első és legfontosabb, és nem csak szerintem, hanem sokan mások szerint is, akik benne vannak ebben az életformában, az pedig egy multivitamin csomag. Ugye az esetben is, hogyha egészségesen táplálkozunk, az esetben is vannak olyan vitaminok, amiből egyszerűen nem állít elő eleget a szervezetünk, illetve táplálék útján sem tudunk bevinni annyit, vagy csak nagyon ritkán tudjuk bevinni azt a megfelelő mennyiséget, amire valóban szüksége lenne a szervezetünknek. Kezdjük azzal igazából, hogy az első és legfontosabb dolog az az, hogy az étrendetek az legyen rendbetéve, tehát amíg nem követett egy megfelelő étrendet, életstílus, addig hiába szedtek táplálékkiegészítőket, oké, valamilyen szinten fognak használni, de úgyse fogják elérni a megfelelő céljukat, tehát nem hiába kiegészítők ezek, és nem alap élelmiszerek. Jó, tehát az első, amit már mondottam, az egy multivitamin csomag lenne. Ugye ezekben általában található C-vitamin, D-vitamin, B-komplex vitamin, K-vitamin, kalcium, magnézium, omega-3 és cink. Nagyjából ezekből áll össze a legtöbb vitamin készítmény, multivitamin készítmény. Én itt kimondottan szeretem azt használni, amelyik olyan egy dobozban megveszem mondjuk 30 darab kis plikkeskét, és akkor egy plikkeskében mindegyik vitamin készítménynek van külön kis tablettája, és akkor tudod, hogy ez az omega-3 tablettáda, az a C-vitamin, stb. Mivel így tudom azt ténylegesen, hogy elérem-e azt a vitaminbeviteli mennyiséget, amit szeretnék, mivel az ilyen globális multivitamin készítményekben, amikor egy kirulában vannak ezek összesűrítve, ezekből ugye általában mondjuk be kell venni 3-at egy nap, de igazából simán lehet, hogy megnézed a címkén, ami rá van írva, és a 3-ba is az adag, ami összesen benne van, hát az mondjuk egy kis gyereknek elég. Úgyhogy én ezért szeretem a táplálékkiegészítő boltba venni a multivitamin csomagot, mivel egyszerűen patikákban az az adag, ami rá van írva, hogy mennyi a napi javasolt, és az mekkora mennyiségű vitaminnak felel meg. Hát az sokszor mondjuk a harmadát nem fedezi annak, amire valóban egy aktív életmódot élő sportolónak szüksége lenne. Igen, egy röviden még el szeretném azt mondani, hogy ugye felsoroltam, hogy milyen vitaminok vannak ebben, ezek meg lehet külön is venni. Ez esetben, mint C-vitaminból azt mondom mindenképp, hogy tényleg egy felnőtt embernek, vagy egy teennek, aki sportol, legalább napi 1000 mg legyen C-vitaminból. Ugye azt tudjuk, hogy C-vitamin túladagolni az nagyon nehéz. Leginkább a vizelet után távozik a szervezetből fölösleg. Akkor továbbá a D-vitamin. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a D-vitamin magnézium nélkül nem tud megfelelőképp hasznosulni, ugye akkor a D-vitamin segíti a kálciumnak a hasznosulását, tehát ez a 3, sőt még ide sorolnám a K-vitamint is, ez a 4, ez igazából így kéz a kézbe járnak, hogy a megfelelő hatást a szervezeten belül el tudják érni. Ezeknél van olyan, amelyeket ugyanis túl lehet adagolni, és figyelni kell arra, hogy betartsuk a napi előírt mennyiségeket. Ez nagyjából a D-vitaminból ilyen 1500-2000 nemzetközi egység naponta, lehet 3000 is nagyon aktív sportolóknál, magnéziumnál pedig 400-600 mg naponta, és kálciumból pedig ennek a duplája, tehát olyan 800-1200 mg naponta. A cinkből általában elég napi 8-12 mg-ot pótolni táplálékkiegészítő formájában, de ez sem annyira fontos. Táplálék útján nagyjából be tudjuk vinni a szervezetnek elégséges mennyiséget.
A következő táplálékkiegészítő, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy beiktassuk a mindennapi fogyasztásba, ami egyrészt nem is drága, tehát ilyen 3000 forint alatt igazából meg lehet úszni egy több mint egy hónapos adagot, ez pedig az ízületvédő. Ebből legszerencsésebb az, hogyha egy olyan készítményt veszel, ami egyaránt tartalmaz glükozaminszulfátot, kondroitinszulfátot és MSM-et. Ezeknek megvan külön-külön az élettani hatásuk, igazából együtt fejtik ki legjobban az ízületvédő, porcvédő hatásukat, és ezt is leginkább úgy, hogy még glükozaminból körülbelül 1500 mg-ot érdemes bevédni naponta, kondroitinszulfátból körülbelül 1200 mg-ot, az MSM-ből pedig, hát ott kutatások azt mutatták, hogy 2-3000 mg naponta egyértelmű pozitív eredményt hozott, de mondjuk már ilyen 500-1000 mg-os nagyságrendben is a másikat kiegészítve elősegíti a megfelelő ízületi védelmet. A következő táplálék kiegészítő készítmény, ami körül régen egész sok negatív legenda lengett, de igazából ezek mind fals legendák voltak, tehát már a Nemzetközi Sporttáplálkozási Társaság is bebizonyította rengeteg kutatással, ők is azt állítják, hogy ez az egyik legjobb táplálék kiegészítő, illetve hogy nincsen káros mellékhatása és nem veszélyes egészséges emberekre nézve. Ugye ez a kreatin. Alapvetően, amit röviden érdemes a kreatinról tudni, az az, hogy a szervezetben, ugye amikor előtt fejtünk ki, akkor vannak különböző energianyerési folyamatok. Ez az első 1-2 másodpercben nagyjából az adenozin trifoszfát, vagy az ATP hasadásból származik, az utána következő 8-10 másodpercben pedig a kreatin foszfát által nyerünk energiát nagy erőkifejtésnél, és a szervezetünk kreatin foszfát szintje pedig megemelhető az által, hogy beviszünk külső forrásból kreatin, így az alap kreatin foszfát szint megemelkedik, ezáltal amikor nagy súlyos edzést végzünk, akkor kutatások alapján átlagosan nagy súlyoknál is ilyen egy, másfél, akár két ismétléssel is többet tudtak teljesíteni a sportolók. Ennek később következik be a savasodási fázis, és a kreatin használata kitolja az anaerob laktacid energianyerő szakaszt. Ez, hogy ez az egész most egy kicsit kínaiul hangzott, viszont szeretnék majd egy olyan videót, ahol ezeket külön szétszedem a táplálékkiegészítőket, és mindegyikről beszélek részletesebben, és ott majd akkor ezt az energianyerési folyamatot elmagyarázom, hogy pontosan hogy működik, és miért van nagy jelentősége a kreatinnak. Azt még megállítaném, hogy ugye a kreatin körül az egyik nagy ilyen negatív legenda az az, hogy hú, de bevizesíti az embert, meg puffassza, stb. Alapvetően az igaz, hogy a kreatin a vizet bevonza az izomszöveteikbe, viszont nincsen ezáltal semmilyen negatív hatása a szervezetre, és igazából csak kitölti az izmokat, hogyha elhagyja a kreatin, akkor ez a víz ez távozik belőle. A negyedik, amit felírtam, az ugye a fehérjepor, vagyis protein. Igen, tudom, ez általában otthon mindig a szülőkkel, fiataloknál nagy harc szokott lenni, hogy akarnak a fiatalok fehérjebort használni, de a szülők pedig ellenkeznek, mert csak rosszat hallottak róluk, nem tudom, az ismerősöknek az ismerősével ez történt, meg az történt, csak lehet, hogy őkézben használnak anabolikus szteroidokat, és nem attól mentünk rá a veséje, mármint, hogy nem a fehérjebortól mentünk rá a veséje. Tök mindegy, ezt most zárjuk ki. Az a lényeg, hogy ugye a legnagyobb urban legend mondás, amit elreng a fehérjéről, az az, hogy károsítja a máját és a vesét. Hát ezt nagyon alapos kutatásokkal bebizonyították, hogy nem igaz. Egyedül azoknál az egyéneknél volt károsító hatása, akiknél már alapvetően jelen volt valamilyen vesekárosodás, agyműködés, rendellenesség. Az ilyen egyének igenis figyelnek oda a fehérjebevitelre, a túlzott fehérjebevitelre, illetve a fehérjebor alkalmazásra, de egészséges egyének esetében ez nem okoz semmilyen negatív hatást.
Ugye rengetegféle fehérjebor létezik, most ebbe itt részletesen nem szeretnék belemenni, vannak laktózmentesek, állati fehérjék, növényi fehérjék, mindenki válassza ki a magának megfelelőt. Én pedig ötödiknek felírtam, hogyha tényleg már végképp nincs, amire másképp költsük a pénzünket, akkor vehetünk egy kis BCA-t és glutamint. Ugye ezek a készítmények megkaphatók az üzlet polcain külön-külön is, illetve egybe is. Azt mondom, hogy ha már az embernek pénze van rá, akkor vegyél egy olyan készítményt, ami BCA plusz glutamin, és figyelve arra, hogy még kettőből legyen benne a megfelelő mennyiség, vannak olyan BCA glutamin készítmények, amiben igazából se elég glutamin nincsen, se elég BCA van, és akkor jobban jártál volna, ha mondjuk csak vettél volna egy jobb minőségű BCA. Ugye a BCA-k azok alapvetően eszenciális elágazó ágú aminosavak, a glutaminok is aminosavak. Amit fontos tudni a glutaminról az az, hogy kimutatták, hogy nagyon hatékony, viszont a szájon átvaló használata az kevésbé, mivel az emésztési folyamatokban rengeteg glutamin elhasználódik, csak kevés jut az izmokhoz. Tehát pont ezért, hogyha választanom kell, hogy BCA-t vagy glutamint veszel, akkor inkább mindenképp BCA-t vegyél, mert sokkal jobban hasznosul, sokkal jobban eléri az izommegtartó hatását, valamint az izomépítő hatását. Összefoglalva, hogy miért is állítottam fel ezt a sorrendet, és miért volt ez egyre a tábla elég kiegészítőkből. Alapvetően tényleg az üzletvédők és a multivitaminok, úgy gondolom, hogy azok egy olyan alapdolgok kéne legyenek egy sportoló életében, ami mindenképp még egészséges étrend mellett is alkalmazzon. Továbbá a kreatív az árérték arányban körülbelül az egyik legjobb, hanem a legjobb táplálék kiegészítő a piacon. 5000 forintból igazából körülbelül fél évben ellátod magadat kreatinnal. A fehérjepor az ugye teljesen opcionális olyan szempontból, hogy egy adag fehérjeporba például benne van 22 g fehérje, az 150 g csirkéből megeszed, vagy 100 g csirkéből, és nem kell kötelező módon az a fehérjepor, viszont van, akinek például nekem is az íze miatt szeretem használni, és azért is, mert elveszi az édességek iránti vágyamat, nem kívánom olyankor annyira az édességeket, vagy egyszerűen, hogyha az ember siált valahova, akkor egy nagyon jó táplálék kiegészítő arra, hogy bemegyen gyorsan megfelelő mennyiségű fehérjét, viszont azt ki szeretném hangsúlyozni, hogy nem pótolja a szilárd tápanyagot. Tehát, hogy hiába van fehérjeporod otthon, meg kell egyél 120 g fehérjét egy nap, akkor az nem úgy megáll, hogy reggeltől estig megiszol 5 darab fehérjeporadagot, és akkor meg vagy a fehérjét, de nem. Az tényleg napi egy adag, vagy férfiaknál, aki magas testsúlyjal tömegelnek, esetleg napi két adag, de nem úgy gondoljunk rá, mint egy alap táplálékra. Az ötödik pedig az aminósavak. Itt ugye, amit fontosnak tartani, kiemelni, az annyi lenne, hogy például vegánok vagy vegetáriánusok esetében valószínűleg előrébb kerülne, mint az ötödik hely, mivel ők tényleg nem tudják bevinni azokat az eszenciális aminósavakat, aminek a szervezetre szüksége lenne. Ugye ezek azért eszenciálisak, mivel táplálék útján kell, hogy bevigyük, a szervezet nem tudja előállítani, és a növényi fehérjék azok pedig nem annyira összedettek, mint az állati fehérjék, tehát azokat nagyon változatosan kell összekombinálni, hogy tényleg azt az aminósav összetételt kinyerjük belőlük, mint az állati húsokból. És akkor egy bónusz táplálék kiegészítő úgymond, ami ugyancsak a kreatin közelében van, sőt még az előtt is olyan szempontból, hogy árérték arányban vagy nagyon jó dolog, ez nem más, mint a koffein. Ugye a legtöbb edzés előtti formula is nagy adag koffein tartalmaz. Igazából én azt mondom, hogy kezdőként semmi értelme ilyen edzés előttiket használni, meg később se túlzottan, és főleg elég sokan nem is tolerálják ezt jól, nekem is például fejfájást okoz, azokra van simán 300 mg vagy a feletti koffein adag, még aznap megüttál 2-3 kávét, akkor az 500 mg-os napi adagot simán átléped, ami azért már egész magas. Úgyhogy
Én tényleg azt mondanám, hogy ha olyan időszakban jársz el edzeni, akkor egy kávézást próbálj úgy időzíteni, hogy edzés előtt 10 perccel lenyomsz egy bármilyen kávét, egy eszpresszót például, és az megemeli a pulzus számodat, ezáltal növekszik a teljesítményed, valamint a zsírégetést is elősegíti, mert megemeli a testhőmérsékletedet, szóval jobban izzadsz. Tényleg az egyik legköltséghatékonyabb edzés előtti zsírégető formula minden egyben. Viszont nagyon figyelni kell arra, hogy aki alapvetően is sok kávét iszik, az tényleg azért próbálja ezt kordába tartani, miben hát olyan 1 gram koffein naponta az még az, ami belefér. Mindenképp tapasztaljátok ki, hogy tőle reagáltok így a koffeinre edzés előtt, mivel hallottam olyat, akinek tényleg annyira megemeli a pulzusát, hogy az már veszélyes, egyszerűen azt érzi edzés közben a súlyos edzéseknél, hogy kiújik a szíva a helyéről, ezzel is vigyázni kell, tehát vigyázzatok magatokra, hozzátok be, hogy mennyi koffeint fogyasztotok, és ésszel használjátok. Valamint már említettem a videóban, szeretném majd ezeket külön felbontani, külön-külön mindegyik táplálékkiegészítőt ezek közül részletesen bemutatni, mik az élettani hatásaik a vitaminoknak is, amiket felsoroltam, kutatásokkal alátámaszt, hogy tényleg mennyiből miért annyi mennyiséget használjunk, miért jó, miért nem káros bizonyos testszervekre, amikről korábban azt hitték, hogy káros. Ezeket mind szeretném, hogy részletesen bemutatni, de külön-külön videóban, hogy ne húzza meg túlságosan ezt a videót. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, és írjátok a kommentben, hogy milyen táplálékkiegészítőket használtok ti, illetve mi az, ami szerintetek még szerepelhetne ezen a listán valamelyik másik helyet. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!